Most zajlik a legszebb kertek kanizsai versenynek a második fordulója. Jelenleg Bajcsán vagyunk, itt zsűrizzük a kerteket. Előtte Miklósfán jártunk, és holnapi nappal még a kanizsai hegyeket nézzük meg. Az első forduló után a zsűri 16 kertet juttatott a második fordulós döntőbe, amelyek végén, a jövő héten, illetve legkésőbb augusztus végéig fog majd eldőlni, hogy kategóriánként melyik lesz Nagykanizsán a legszebb kert, a legszebb gyümölcsös, a legszebb zöldséges, vagy éppen a legszebb balkon. És mi a tapasztalat eddig a kerteknél? Tapasztalatokról azt kell mondani, hogy gyönyörűek a kertek idejében. Tényleg nagyon sok szép kerttel találkoztunk, újakkal is, tehát a tavalyi verseny hatására nagyon sok új versenyző volt, aki nevezett. Legtöbben új versenyzőként Bajcsáról jelentkeztek, illetve Miklósfa ugyanúgy hozta a tavalyi évhez hasonló részvételi arány, tehát ez a két település rész, ahonnan a legtöbb jelentkező volt tavaly is, és idén is a legtöbb jelentkező van.